Jó napot kívánok, hát szerbusztok, csak így távolról. Nagyon hiányoztok, üres osztályteremben nagyon furcsa órát tartani, és kedves hatodikosok, most nektek szeretnék a mezőélő világáról egy pici összefoglalást tartani. Ha megnézzük a kivetítő képét, már is rájöhetünk arra, hogy egy szép virágos réten vagyunk. Tudjátok, azt szoktam mondani, hogy akkor most csukd be a szemed, és akkor képzeld el, hogy mi van körülötted, egy kicsit segítek a képpel. Gyönyörű virágok, kellemes illat, most már ugye a fű is nő, hiszen szép meleg idő következik. Csak ti nehezen tudtok kimenni. Bár levegőre viszont menjetek. A rétekről tanultunk az elmúlt órákon, és csoportosítottuk a réteket. Ugye megbeszéltük veletek azt, hogy olyan életközösségek, ahol uralkodó növények a fűfélék. Két típusát ismerjük a réteknek, a nedves rétek és a száraz rétek. A nedves rétek csapadékosabb területeken találhatók, és ott ugye, ahol magasabb a talajvízszint. A száraz réteknél a csapadék mennyisége nem éri el az 500 mm-t, és ezért bizony nyáron a nagy szárazságban ki is száradnak a növények. A fűféléknek a gyökerei azok, amik életben tartják ezeket a növényeket, akkor is, amikor nagy szárazság van. Ugranék is egy nagyot veletek, hiszen ennek az órának a lényege a rétek élővilágának a kapcsolatai. Ha megnézzük, kivetítettem nektek néhány dolgot. Itt a bal oldalon a fűfélék találhatók, illetve a virágos növények találhatók, mindenképpen növények. Egy táplálék hálózatot látunk a rétek élővilágából, különböző állatokkal, amelyekről tanultunk, és amelyek ott élnek. Itt található a különböző növényeink, van közöttük ugye gyógynövény is, majd a növényevő állatok, találunk közöttük rovarokat, találunk közöttük emlős állatokat, találunk közöttük madarakat, találunk közöttük olyan állatokat, amelyek már nem növényevő állatok, hanem állatevő állatok, ragadozók, tulajdonképpen mondhatjuk így, és a végén találjuk ennek a táplálék hálózatnak a csúcsragadozókat. Ugye a csúcsragadozókról tanultuk, hogy őket már nem eszi meg semmi, hanem ők fogyasztják a többieket. Táplálékláncot állítsunk össze ezekből az élőlényekből, és én fölírtam nektek ide a táblára azt, amit már régen meg is beszéltünk. Hogyan kezdődik egy tápláléklánc? Természetesen egy növénnyel, mindenképpen növény az alapja, majd a növényt, amit termelő szervezet, ha még emlékeztek rá, hogy mit jelent, ugye a fotoszintézis segítségével ezek a növények a fotoszintézis során napfény és víz segítségével szerves anyagokat, cukrokat készítenek, és ezeket raktározzák. Ezek adják a növényevő vagy mindenevő állatoknak a táplálékát. Növényevő vagy mindenevő állat, mi a mindenevő? Ugye az, ami növényeket is és állatokat is fogyaszt. A növényevők azok növényeket fogyasztanak. A második lépcsőjén a táplálékláncnak ezek az állatok találhatók, úgy hívjuk őket ugye, hogy elsődleges fogyasztók. A harmadik, a mindenevő vagy ragadozó állatok, amik a másodlagos fogyasztók, és a legvégén mindenképpen ragadozó állatot látunk, vagy találhatunk, ami tulajdonképpen a csúcsragadozó. Na nézzünk néhány példát akkor erre. Mi az, ami itt található? Például itt van a nád. Induljunk ki a nádból. Mi fogyaszthatja el a nádat? Nézd oda! Rengeteg sok élőlény az, ami fogyaszthatja a nádat. Hogyan fogyaszthatja? Vagy a magjait teszi meg, például ezek a kis rágcsálók, vagy egyszerűen a leveleit legeli le a magjain kívül, vagy pedig esetleg a rovaroknak a lárvája fogyasztja, vagy a növény nedveit fogyasztják. Na, találjunk egyet, melyikük legyen az, amelyik itt a nádat megeszi nálunk. Hát,
legyen ez a hörcsög. Hörikénk ugye előszeretettel gyűjti a magvakat is, és nagyon szereti. Ha megnézzük a hörcsögtől, rögtön egyenesen egy nyíl egy csúcsragadozóhoz vezet, tehát kihagyjuk a másodlagos fogyasztót. A hörcsögöt itt a vércse, ami megeszi. A vörös vércse. De nézzünk egy másikat. Induljunk ki szintén a nádból, a siskanádból. Csináljunk egy hosszabbat. A siskanádat fogyasztja mondjuk a szöcske. Igen ám, de a szöcskét előszeretettel elfogyasztják a fürgegyíkok. És a fürgegyíkot nézzük meg, mi fogyasztja el, mi legyen az, ami nekünk elfogyasztja a fürgegyíkot. Hát mondjuk, legyen ez a réti héja. Képzeljétek el, pontosan valamelyik nap, tegnap előtt szólt a kisunokám, kinn az udvaron voltunk, megjelent a lepkénk mama, megjelent nálunk ez a gyönyörű szép lepke. Nálunk is vannak virágos növények az udvaron, de a közelben is van egy nagy rét, és ő nálunk mindig előszeretettel megjelenik. Azért tettem őt ide bele, mert ő például növényi nedveket fogyaszt, és a lárváját fogyasztja el a vakond. Hol él a vakond? Emlékeztek rá? Ugye a földben él. Emlékeztek? Azt is mondtam nektek, hogy jót teszünk a szomszéddal, hogy átüldözzük hozzá a vakondot? Vagy magunkkal teszünk jót? Hát bizony, ha sok vakontúrást látunk, akkor az azt jelenti, hogy nagyon sok lárva él a földben, és bizony a réteken ilyenkor rengeteg vakontúrást lehet látni. Hát szegénykémnek persze levegőt is kell kapnia, és ezért ő ott kifúrja a ő vakontúrásait. Közben ugye táplálkozik és elpusztítja a rovaroknak a lárváit. Nézzünk esetleg még egy másikat, ahol induljunk ki az angol perjéből, aminek a magjait összeszedegeti a fácán, és bizony a fácán fiókákat, akár a vércse, akár a héja, akár pedig a menyét összeszedi és megeszi. Ugye, emlékeztek, mit mondtam nektek? Az élővilágban arról szól minden, hogy ehető vagy, eszel, és téged is esznek. Kivéve ugye az embert, aki nagyon jól meg tudja védeni magát. Én most adnék nektek egy feladatot. Hasonló ábrát találtok a tankönyvetekben, vagy kiírjátok magatoknak a tankönyvből a tanult élőlényeket, és legyetek szívesek minél több táplálékláncot összeállítani ezekből az élőlényekből. Vigyázzatok, figyeljetek oda arra, hogy mindig növénnyel kezdődik a tápláléklánc, mindig termelőszervezettel, és a végén mindig a csúcsragadozókat találjuk. Én nagyon jó munkát kívánok nektek, örülök, hogy legalább így találkozhattunk, ha személyesen nem is, és majd várlak benneteket vissza az iskolába szeptemberben legkésőbb.